Köszöntöm a Közéleti Magazin nézőit! A szekszárdi közgyűlésben helyet kapó frakciók tevékenységét követik figyelemmel a jövőben a helyi Városvédő Egyesület tagjai. A közösség célja, hogy civil kontrollt gyakoroljanak. A várost érintő közéleti témákkal foglalkoznak a nemrégen újjáalakult szekszárdi egyesület tagjai. Mi egy civil egyesület vagyunk, pontosabban folyamatban van az egyesület bejegyzése. Mint a nevünkben is benne van, szekszárdi városvédők vagyunk. Mi szekszárd értékeit szeretnénk megvédeni, szeretnénk a közügyekkel foglalkozni, ezen kívül a kultúrával, a sporttal. Jelenleg a létszámunk 10 fő, ugye ez alapkövetelménye az egyesületnek, de számtalan támogató tagunk van, akik segítenek bennünket, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Napi politikával nem foglalkoznak, majd ígérik, ám figyelemmel kísérik a város vezetőinek munkáját. A közéletben pedig oly módon kívánunk részt venni, hogy minden közgyűlésen, bizottságülésen természetesen, ami nyitott, ezen részt szeretnénk venni, és egy úgymond mediátor szerepet szeretnénk betölteni a városlakók, illetve a jelenleg regnáló városvezetés között. Ugye mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy tájékozódjanak az emberek, és ezúton is bíztatnánk a szekszárdiakat arra, hogy igenis foglalkozzanak a közélettel, mert ez nem csak jog, hanem kötelesség is. A közösség tagjainak célja az is, hogy segítsenek párbeszédet kialakítani a szekszárdi közgyűlés, ilyen szekszárd és Fidesz frakciói között. Igazából a Fidesz frakcióval már konkrétan le is ültünk. Polgármester úr meghívott minket, elmondta, hogy ő hogy látja jelenleg a város helyzetét, mik lennének a megoldási javaslatai. Mi ezeket tudomásul vettük, és Bomba Gábor is kereste tagságunkból többször az egyik tagunkat, kért is tőlünk egy segítséget, mégpedig azt nem igazán értettük, hogy miért tőlünk, de mi eleget tettünk ennek a kérésnek, hogy üljön levele Ács Rezső polgármester úr, és egyeztessen a költségvetésről, úgyhogy ezt abszolváltuk, polgármester úr igent mondott, úgyhogy elhárult minden akadály, hogy a frakciók végre egyeztessenek, és meginduljon az érdemi munka. Igazán kitettek magukért a Kétyi óvodába járó gyerekek. A kicsik igazán színes farsangi műsorral készültek szüleiknek és nagyszüleiknek. Táncos jelmezes műsorral készültek a Kétyi óvodások a farsangi előadásukra. Szülőkkel és nagyszülőkkel telt meg a helyi művelődési ház. A gyerekek az óvodában és otthon is napokon keresztül gyakorolták a műsorukat. A jelmezek mellé írtam egy történetet, egy kis történetet, boszorkány és varázsló. A boszorkány elvarázsolja a gyerekeket, meg bennünket, és a varázsló pedig felszabadít bennünket. És a többi kis jelmezes bemutató közé táncolt német éneket, és a végén elbúcsúztatjuk a telet egy tánccal. Nyakamban a tápcső, vállamon a puska, így indulok reggelente az erdei utamra. Figyelem az erdőm, minden rezdősít, ismerem az állatok, búvó rejtett hely. Barátaim a vadak, a fürge mókusok, puskám balok nélkül nem durogtatok. Darabokba próbáltuk a kis jelenetünket, a jelmezes verseket, vagy szülő kereste, vagy mi. Otthon is gyakorolták, mi is, és utána összeraktuk egy hét alatt. Szeretném megköszönni a szülőknek a hozzáállásukat, akár mit kértünk, bármit kérünk, ők nagyon-nagyon szívesen segítenek, díszítésbe, a tombola vásárlásba, tombola szerzésbe, mert kereste az egyik anyuka, ide-oda írt, és kaptunk nagyon-nagyon értékes tombolatárgyakat, például hajókirándulást, könyveket, állatkerti belépőt. A nyugdíjas klub jelképes összegé árulja a süteményt és a szendvicset. A régi nyugdíjas kolléganők árulják a jegyeket. Anyári,
Kétyen 2008-ban zárt be a helyi általános iskola, azóta csak óvoda működik a településen, oda viszont egyre több gyerek jár, most 23-an vannak, és májusig még 3-an érkeznek az intézménybe. Már nagyon sokszor beszéltünk is róla, hogy nekünk csak az az egy picike intézményünk maradt, mert 2008-tól az iskolánktól sajnos meg kellett válnunk, mert nagyon kevés volt a gyerek, és zombára járnak a gyerekek, tehát az iskola történetén azon túl vagyunk, viszont minden erőnkkel a kis óvodánkra koncentrálunk, és bármilyen rendezvényük van, vagy bármilyen megmozdulás van az óvodába, legyen az egy udvari játék telepítése, vagy az udvar csinosítása, vagy teljesen mindegy, akár egy ilyen rendezvény is, mint most vagyunk. Ez nagy összefogás a falu részéről, hiszen a gyerekek azok itt a fő szereplők. Mivel szinte minden évben nő az óvodába beiratott gyerekek száma, ezért az önkormányzat folyamatosan fejleszti az intézményt. Minden évben tudunk valami játékot venni. Az óvodavezetők, az óvodapedagógusok szakmai szempontból megálmodják, hogy melyikek azok a játékok, amelyik igazából a gyerekeknek hasznosak, és akkor akár az önkormányzattal, vagy az alapítványon keresztül mindig olyan játékot próbálunk beszerezni, ami a gyerekeknek nagyon hasznos. A szervezők a gyerekek előadása után meg is vendégelték a meghatódott szülőket és nagyszülőket. A műsor után lesz evés-ivás, dinom-dánom, tánc. A tánc közben lesz játék a gyerekeknek, és lesz tombolasorsolás, és a tombolasorsolásnál minden kisgyermek kap ajándékot. A szekszádi törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság perszimulációt tartott a Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban. Mi irányítjuk az életünket, vagy csak sodródunk másokkal? Ha az utóbbit szeretnénk kerülni, mit tehetünk? Többek között ezekre a kérdésekre is keresték a választ az elképzelt büntetőjogi tárgyalás során. Főleg kezdősofőröknél veszélyes az, hogy egy hamis biztonságérzetet ad a vezetőnek. Csak egyetlen alkoholos ital, csak egy pillanatra kicsatolt biztonsági öv. Ennyi is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baleset, a baj, és szinte alapjaiban kell újra tervezni az életet. Hangzott el a sodródás címet viselő perszimuláción. A Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban szervezett elképzelt büntetőjogi tárgyaláson a szekszári törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai működtek közre. Már egy hónapja készülök le, nagyon-nagyon izgatott voltam, mert dr. Andódi László ismerősem is, és engem mindig is érdekelt így a jog, már gondoltam is rá, hogy jogi egyetemre menjek, ám ezt elvetettem, de maga az előadás szerintem nagyon hasznos volt sokunk számára. Többen vannak úgy, ugye így az alkoholfogyasztás miatt, akiknek ez szerintem hatalmas segítség volt. Igazából ugye így a jogosítvánnyal kapcsolatban is, illetve a KRESZ szabályait is ismertették velünk. Én nagyon örülök, hogy ilyen tájékoztatást kaptam, szerintem ez nagyon hasznos így a jövőnkre nézve, és szerintem ezt nem lehet időben elkezdeni. Most, hogy így fiatalon megtanultuk ezeket, illetve hallottunk róluk dolgokat, szerintem így a jövőben kevesebb baleset lesz. A perszimulációt Andódi László törvényszéki bíró koordinálta, aki folyamatosan megállította az eseményeket, magyarázta azokat és kérdéseket tett fel a diákok részére, ezzel is érthetőbbé tette a történéseket számukra. Gyakorlatilag ez a perszimuláció sokkal inkább egy bűnmegelőzési célt szolgál. Kevésbé csak a bíróság feladatáról beszélünk, de a kérdések alapján látható volt, hogy az iránt is nagyon érdeklődnek a fiatalok. Nagyon remélem, hogy ugyanezt is sikerült bemutatnunk, de főleg azt, hogy amikor egy fiatalkorú vádlott van a bíróság előtt, különösen egy közlekedési baleset kapcsán, és épp a jövője indulna, egyetemi továbbtanulás, párkapcsolat, egyáltalán elkezdheti az önálló életét, akkor ez hogy hat rá, amikor alanyává válik, és hát elkövetője egy közlekedési balesetnek. Itt próbáltuk a viszonyokat kitágítani, bemutatni azt a szociális helyzetet, amelyben ő van, azt a kapcsolati hálót, amelyben valóban csak sodródik. Míg addig tervei voltak, és felvételizett, és tanult, és felvették, és halad előre, innétől kezdve csak sodródnak. Ezek a gyerekek részben azon az éjszakán is sodródnak, amikor egy buliból
csak egy-két sör, csak egy picit megyünk gyorsabban, csak egy picit kapcsoljuk ki a biztonsági övet, egyébként be van kapcsolva, tehát ők tudják is, mi a feladatuk, de valahogy nem pontosan nem mérik fel, mégiscsak belekerülnek egy nagyon súlyos helyzetbe, ami az egész életükre ki fog hatni, és ugyanígy sodródóvá válnak a saját életükben is, hiszen már nem ők írják a következő lapokat az életük könyvében, hanem egy kicsit a bírósági eljárás, és hát gyakorlatilag mindaz, amit okozott, ami velük történt tulajdonképpen. Mi nem azt próbáljuk bemutatni, ha ezt csinálod, akkor ez lesz a következmény. Erről is beszélünk, de nem ez van a fókuszban. Arról van, az van a fókuszban, hogyha ő neki van egy élete, a jog tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy megéljük az életünket, szabadságunkhoz, a tulajdonunkhoz, az egészségünkhöz. Ez mindenkinek a sajátja, és erre nagyon kellene figyelni, és ezzel mindenkinek jó kell sáfárkodni. És ha innét nézzük, akkor azon, hogy kap egy ilyen nagyon személyesebb, egyéni színezetet a dolog, és miközben látjuk itt a fiatalok történetét, mindenki saját életéről kezd el gondolkodni. Tehát nem az általános szabályt fogom idehozni elsősorban, arra is ki fogunk térni, hogy az az esetre milyen szabályos, hogyan kell a szabályokat betartani, miért kell, mi van, ha nem, de valahogy egy másik dimenziót szeretnénk most itt megérinteni itt a Tolmai Rendőrfőkatonai Tanácsának kollégáival együtt, közösen. Mindegyőtök emlékezik arra, tavaly évben volt egy brutális baleset Magyarországon, ahol egy fiatal ember a saját halálát és még másik 8 társának a halálát élőben közvetítette a Facebookon. Egy román úriemberről van szó, aki az előzését és a manővereit vette videóra, csak azt felejtette, vagy élőben közvetítette, csak azt felejtette figyelni, hogy közben szemből érkezik egy fehérképkocsi, és mind a 9-en a helyszínen életüket vesztették. Ott is közrejátszott a többiek halálában természetesen az, hogy biztonsági övet nem használtak, de az egyik talán legdurvább példa a mobiltelefonálásra ez a baleset, ami szerintem mindenki hallott már az országban. A rendezvény célja a diákok jogi ismereteinek bővítése, valamint a bűnmegelőzés volt. Így az események értelmezésénél a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai is bekapcsolódtak. Mi szerepünk tulajdonképpen ebben az egészben a moderátor szerepe. Ez azt jelenti, hogy a bírósági tárgyalás közben egy kicsit oldván a feszültséget, rendőr kollégámmal, Szemes Norberttel együtt a diákokat tájékoztatjuk arról, hogy milyen dolgokat követnek el, hogyha ittasan ülnek autóba, ez milyen következményekkel járhat, és ezt próbáljuk az ő saját nyelvükön, a tizenévesek nyelvén nekik elmondani. A közel 2 órás rendezvényt a fiatalok végig figyelemmel követték. Az előadás végére megfogalmazták saját kérdéseiket és észrevételeiket. Így valóban teljes értékűen bekapcsolódtak a perszimulációba. A Tamási Járásbíróság felkeresett bennünket az első fél év folyamán megkérdezni, hogy tudnának-e segíteni a mi gyermekeink nevelésében az ő saját eszközeikkel. Mi örömmel vettük ezt a kezdeményezést, és most az első perszimuláció megtekintése után azt kell, hogy mondjam, hogy óriási nagy segítséget kaptunk mi, a gimnázium, illetve minden egyes tanulónk abban, hogy kis iránymutatást kaphassanak az elkövetkezendő éveikre, most konkrétan a témánál maradva a felelősségteljes közlekedésnél. Szerintem lehet, hogy nincs is más, vagy ennél jobb eszköz arra, hogy a gyerekekhez közelebb hozzák ezt a témát, hogy ne attól tartsanak a gyerekek, hogy milyen büntetést kapnak egy-egy véletlenszerű tévedésüknél, vagy a nagyobb tévedésüknél, hanem arra próbálnak rávilágítani a figyelmet, oda irányítani, hogy hogyan kell ezeket, hogyan lehet ezeket megelőzni, mert a sok-sok-sok apró kicsi tévedés tragédiához is tud vezetni. Akkor is ilyen fokú. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!